Morning, hon. Wakey, wakey. Üdvözletünk! Sose halunk meg! A híres magyar film címe is lehetne a mottoja a Rebellion Softwares legújabb játékának, amelyben egy halhatatlan démonvadászt irányítunk. Bár Bryce a játék főhőse korán sem olyan jóvágású animfigura, mint Dante a Devil May Cry főhőse, és nem olyan laza és szimpatikus, mint Garcia Hotspur a Shadow of the Damned hírója, vagy akár még azt is mondhatnánk, hogy közel sem olyan szexi, mint a Bayonetta vagy a hamarosan érkező Lollipop Chainsaw főhősnője. De a horror műfajból rengeteg mindenkit említhetnénk, visszamenőlegesen ide citálhatnánk Resident Evil-ből Chris Redfieldet, az Alone in the Darkból Edward Kirbyt, vagy akár még az Exatica szerencsétlen névtelen utazóját is, akik mind karakteresebbek mostani főhősünknél. Ugyanakkor kollégáival ellentétben Bryce-nek van egy hatalmas adóász a zsebében, sohasem veszíti el a fejét. Azaz, hát ő állandóan elveszíti, de mégis mindig jó esetben megtalálja azt. Hogy miről is hadoválunk itt össze-vissza? Nos, Bryce halhatatlanságának az az óriási előnye, hogy ha megszabadítják végtagjaitól, beleértve bucóját is, akkor azokat ismét össze tudja szedni, ezzel pedig hősünk még a hegylakónál is nagyobb májer. Csak gondoljatok bele, egy nagy hegylakós párbaj után levágják hősünk fejét, ellenfele elrikoltja magát, hogy csak egy maradhat, erre Bryce levágott feje gúnyosan felröhög, hogy hehe, ezt megszívtad barátom, majd visszaugrik a helyére, és a harc folytatódik tovább. Amilyen mókás lenne ez a megoldás, sajnos annyira nem lehet pozitív jelzőkkel illetni a Rebellion próbálkozását. A súlyosabb sérülések hatására leszakadó karunk, lábunk első néhány alkalommal még feldobja a hangulatot, de mikor egy percen belül ez háromszor megtörténik egy nagyobb darálóban, és fejetlenül próbáljuk összevadászni alkatrészeinket, akkor egy frusztráló mechanizmussá degradálódik hősünk különleges adottsága. Elsőként talán amiatt húztam a számot, hogy a játék mennyire izzadságszagúan lop Suda51-tól, pedig ezúttal az elvont elmének az égvilágon semmi köze sem volt ehhez a játékhoz. Míg nem is olyan régen a Shadow of the Damned beteg poénjain tényleg jókat röhögtem, addig a Never Dead erőltetett humorán a legtöbbször csak egy-egy halovány mosolyra futotta. A párhuzam egyébként azért is merült fel bennem, mert a két játék főszereplő is erőteljesen hasonlítanak egymásra. Foglalkozásuk tekintetében mindkettő macsó démonvadász, de még Garcia Hotspur eredeti, szerethető karakter, addig Bryce unszimpatikus, roppant fárasztó humorú alak, elég gyenge benyögésekkel. A játék egészére is a fárasztó jelző a leginkább jellemző. Ötlettelen lövöldözés és az analóg karral történő kartos kaszabolásból áll a harcrendszer. Aztán pedig körülbelül 10 percig értékeltem azt is, hogy mennyire innovatív a darabraira hullós játékmenet, mivel utána az egészet a pokolba kívántam. A szörnyek ugyanis szinte állandóan megszabadítják Bryce-ot végtagjaitól, így fél lábon kell ugrálnia, a földön fetrengve kell csúsznia, vagy csak az egyik karjával lövöldözhet, míg a másik a földön heverve szórja az áldást, rosszabb esetben pedig a levágott fejével kell valahogy becéloznia a saját nyakát, hogy ismét egész legyen. Vannak olyan játékrészek is, ahol a fejjel kell szűk járatokon keresztül gurulva átérni valahova és kinyitni egy ajtót vagy átjárót, ilyenkor a fejünket először saját magunknak kell letépnünk. Azonban ha a hősünk fejét ham bekapja valamelyik rosszindulatú lény, ami persze igen gyakran előfordul majd, akkor egy bosszantó minijátékkal találkozunk, amit ha elszúrunk, megemésztetik fejünk, majd game over és visszatöltődik a checkpoint. Fejjel gurulni pedig feszélyezetten kiszolgáltatott érzés, ráadásul a játék gyenge motorja miatt folyton beakadunk valami idegesítő pályelembe, és jön a minket beszippantó kis szemétláda. De ha mégis sikerül hosszabb ideig egyben maradni, akkor arra fogunk rájönni, hogy a kameranézetek és az egész irányítás még épp testben is elég gétré. Nem remekelt a Rebellion a teljesen érdektelen, összecsapott sztori terén sem. Sohasem tudjuk meg igazán Bryce miért vált démonvadásszá, mindössze az derül ki, hogy a feleségét megölte egyszer egy Astaroth nevű démonkirály, és őt pedig 500 évnyi halhatatlansággal sújtotta. Bryce-ot egyedül főnöke miatt irigyeltem, Arcadia egy szőke csinibaba, szép formás keblekkel, melyek remekül érvényesülnek médekoltásában, de a csinos kis feneke sem hanyagolandó. Segítőtársként felemás sikerrel osztja a démonokat, és olykor még bosszantó játékelemként is viselkedik, mivel nem elég, hogy állandóan magunk után kutatunk, még néhányszor a kelepcébe került cicamicát is istápolnunk kell. A játék átvezető filmjei során a kamera természetesen előszeretettel időz Arcadia pozitív tulajdonságain, ami egyébként bölcs döntés volt, mert így legalább szansos, hogy a játékos nem ugorja át azokat.
Ha már Arcadia külsejét méltattuk, akkor érdemes pár szóban említést tenni még a grafikáról, ami mondjuk szódával, meg talán egy kis citrommal és egy kis martinivel elmegy, de összességében az sem egy nagy duranás. A fontosabb karaktereket és egy-két helyszínt azért egész ütősen kidolgoztak, viszont a szörnyek, bosszok, illetve maguk a pályák is annyira unalmasak, szürkék és önismétlőek, hogy legfeljebb azért tátjuk a szánkat rajta, mert túl nagyok a társítunk. Állandó sablon, hogy jön egy rakás démon, és ha lenyomtuk őket, megnyílik a továbbvezető út, ahol egy újabb szkript vár. A szűk helyszíneken történő előrehaladás nanáhogy lineáris, egyedül a rombolhatóságot lehet valamennyire dicsérni, mivel egy mennyezetet, erkélyt, falakat vagy oszlopokat rábontva agyonüthetjük az ellent. Lehet, hogy a legtöbb ellenfél ellen a lőfegyverek nem túl hatásosak és számuk sem jelentős, a karddal való csapkodás meg primitív, de a programban található képességrendszer ad egy kis változatosságot a Neverdeadnek. Na persze az abilitik megvásárlásához szükséges XP egy részét a mészárlás után kapjuk, míg a többit szerteszét szorva találjuk és össze kell gyűjtenünk, ami egy hatalmas marhaság, max kitolja egy kicsit a játékidőt. Ellenben üdvözítő, hogy ezzel a vásárlással kapunk egy kis szabadságot, mivel azt a tulajdonságot vesszük meg, ami nekünk tetszik, és úgy állítunk össze egy kombinációt, ahogy mi szeretnénk. Bepakolhatunk erősebb sebzéseket a fegyvereinknek, növelhetjük sebességünket, ugrásunk magasságát, regenerálódó képességünket, és akár még egy bullet time-szerű slow motion-t is, hogy a legütőképesebb variációt alkossuk meg. Lovagolhatnánk még további negatívumokon, bosszantó vagy nevetséges megoldásokon, de teljesen fölösleges, csak úgy, mint a szépítés is, hogy a szinkronok elfogadhatóak, és a talpalávalót a Megadeth biztosította. Sajnos még a kooperatív és az egy-két érdekes multiplayer móddal sem képes kirángatni minket a teljes csalódottságból, ahova az unalmas, frusztráló és fárasztó játék menetével taszított a Neverdeath. A pályák, a szörnyetegek fantáziátlanok, önismétlőek, a főszereplő karakter idegesítő és fenemód érdektelen. Komolyan nem értem, hogy a Konami a Devil May Cry vagy a Silent Hill sorozatok mellett hogy engedhette meg, hogy az ő égisze alatt ezt a szánalmat kiadják. Na, köszönjük figyelmeteket, sziasztok!